A nyíregyháziak egy év kihagyás után rendeznek ismét felkészülési tornát, amelyen 4 csapat vesz részt. A klub júliusban elhunyt korábbi centeréről, Gergely Tamástól elnevezett emléktorna első meccsén a hazaiak a szintén NB1B keleti csoportjában szereplő budapesti Honvéd ellen léptek pályára. A két fiatal együttes hullámzó meccset vívott, a kék cápák elléptek ellenfelüktől, de a volt nyíregyházi játékos Puskás Artur által irányított fővárosiak nem akartak leszakadni. A hajrá a hazaiaké volt, akik így 9 pontos sikerrel nyitották a tornát. Az elején jól kezdtünk, és lendületesen utána úgy éreztem a csapaton, hogy kicsit megtorpantunk, vissza is jött a Honvéd és átvette a vezetést. Aztán megint egy olyan szakasz következett, ahol összeszedettebb lett a védekezésünk, ebből koncentráltabban támadtunk, és el is tudtunk menni pár ponttal, tehát visszajöttünk, átvettük a vezetést, és ugye 6 ponttal fordultunk. A második fél időt úgy éreztem, hogy mind a két csapat elég fáradt, de hála Istennek mi koncentráltabbak voltunk, és talán egy kicsit fizikálisan fölényben is voltunk, és így meg tudtuk nyerni a mérkőzést. A szezon közelettével bízom benne, hogy ki tudjuk javítani a hibáinkat, és ettől még sokkal jobb játékot is fogunk tudni mutatni. Siska János edző a csapat védekezésével elégedett volt, a támadó játékon azonban még van mit javítani a szakember szerint. A fiúk egyre jobban érzik azt, hogy én mit szeretnék a pályán látni. Kemény védekezéssel, gyors támadásokkal próbálunk, mivel fiatal csapat vagyunk, ezzel próbáljuk kompenzálni a rutintalanságunkat úgymond. A nyitónap másik meccsén a Kassa 77-58-ra győzött a Tiszaújváros ellen. Pénteken a nyíregyháziak 19 órától a Tiszaújvárossal játszanak, szombaton pedig 19.30-tól a Kassa ellen léptek pályára a kék cápák.